2022-be. Ide jutni is érdekes volt, mert belefutottunk egy rally autó tesztelésbe. Azt lehet hallani, zeng az erdő. Úgyhogy menekülünk befele a Vértesbe. Ismét egy településkeresés lesz. Mai túránk nem lesz egyszerű, 20 km-t fogunk megtenni. Körülbelül most hoztam magammal kettő darab vizet is, hogy ne járjak úgy, mint múltkor. Úgyhogy megyünk előre, kövessetek minket, hajrá! Egyikecskék megint. Ott néznek velem szembe. Kiskecskék. Sziasztok! Ha fő náluk, de haverodat bazze. De szépek. Na most már kezd egy kicsit para lenni a dolog. Ez a két muflon ott van fönt a hegytetőn valahol, és követnek egy fél órája. Megyünk előre, hajrá! Gödör, gödör. Na, hogy ez ennyire nem potya. Nézni. Bentről is. Ott kéne lent lennem. Erre följöttem potyára. Körbenézünk. Majd ott kell lent visszajönnöm. Na ott. Körbe kell nézni. Ez nem természetes képződmény, az már biztos. Egy 15 méter sugarú luk, gödör közepén egy valamivel. De ez egyértelműen kivehető, hogy ez nem természetesen alakult ez itt ki. Valaki volt itt. Lehetett ez lövészárok, akármi. Ebből én így nem mondom meg. Az én kevés vagyok. De majd ezt meg kell nézetni. De szépen látszik a körülök. Az a kő az ott érdekes.
olyan hideg, hogy még a tócsa is be van fegyve. És ahogy nézem, sokat megyünk. Ezen ennyire előre. És egy lukacska. Ez inkább ilyen bombatöltsélszerű. És itt az út másik oldalán is egy lukacska. Bombatöltsélszerű. Bár érdekes. És megérkeztünk a Géza pihenőhöz. Kilátás ismét csodás. A világ tetején. Szikla, kő, előttem luk, árokszerű, jövök tovább, itt az árok, arra megy egyenesen, szikla,
párok. És arra megy egyenesen. Hát ez most lehet, hogy ez lövészárok itt a hittetűn. Egy favágó táborhoz érkeztem. Múlt heti túrámnál már jártam itt. Úgyhogy most ért össze a két felfedező túra. Ugye, akkor Gánt irányába jöttem. Na. És megint az érdekes dolgok. Egy luk. Köves a széle. És ott a másik. Elindultam visszafelé, a Horog völgybe bandukolok az üzemi úton. Hát jó, el vagyok fáradva. Ezt lehet, hogy egy kicsit túllőttem, de nem adom föl túrát soha. Még visszamegyünk egy völgybe, ahol érdekességnek kell lenni, úgyhogy megyünk előre. Hajrá! Nyelvem. Mindjárt visszaérek az autóhoz, úgyhogy ez a felfedező túránk ez ennyi volt. Jó nagy területet bejártam gyakorlatilag. Találtam érdekes dolgokat, érdekes helyeket, de Isten igazából most nem találtunk semmi újdonságot, viszont bejártunk egy olyan területet, ami érdekes. Lehetett, de hát nem lehet mindig sikerrel eredménnyel zárni. Az a túra is megvolt. Kövessetek minket, gyűjtsetek élményeket, megyünk előre, hajrá!